Csütörtökre viradóra átfogó, összehangolt támadás indult Ukrajna ellen egyszerre több irányból. Belarusból, Oroszországból és a Krím félsziget felől. Elsősorban katonai bázisokat és a legfontosabb infrastruktúrális célpontokat, például reptereket támadtak az orosz erők. A frontvonalban zajló súlyos harcok mellett veszélyben van Harkiv, Herson, Mariupol, Odessa és a főváros Kiev. Az ukrán védelmi erők tájékoztatása szerint mindent megtesznek a csapatok az agresszor feltartóztatása érdekében. Vesztességek mindkét oldalon vannak. A dél-kelet-ukrajnai térségben nagyon sok a civilek elleni támadás is. Kijevben és Harkívban bombariadóról szólnak jelentések, sokan a metróban keresnek menedéket. E két nagyvárosból tömegek igyekeznek menekülni a biztonságosabb nyugati ország részbe. Az iskolák, óvodák bezártak, a kórházak sürgősségi ellátásra tértek át. Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb régiója. Ez a megye van a legtávolabb az orosz határtól. A hadi állapot és a háborús cselekmények azonban az itt élők mindennapjait is megváltoztatják, mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Rendkívül nehéz helyzetbe került Ukrajna, és így a kárpát kárpátai kárpát magyarság is. Azáltal, hogy Oroszország támadás nyitott Ukrajna ellen, az óvodákat, és iskolákat be fogják zárni, és más korlátozó intézkedéseket is be fognak jelenteni. A határátkelők jelenleg nyitva vannak, kapcsolatban állunk a megye vezetésével, és a legfőbb feladatunk most az, hogy megfelelőképpen próbáljuk informálni a kárpátai magyarságot a helyzet állásáról és a várható dolgokról. Ha állapotot rendeltek el Ukrajnában, miután Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Több a frontvonaltól távol eső ukránvárosra is rakétákat lőttek ki. Robbanásokat lehetett hallani többek között ivano frankiszban Lucban, Zsitomírban és más megyeszék helyeken is. Kárpátalján a legfontosabb létesítményeket fokozott figyelemmel őrzik és tart a mozgósítás is. Kárpát alján nyugodt és ellenőrzött a helyzet. Minden a megyénk bevezető főúton fokozott rendőri jelenlét van. Eddig nem tapasztaltunk semmilyen gyanús mozgást. Az oktatási intézményekhez az a kérésem, hogy térjenek át távoktatásra. Az óvodák, iskolák, felsőoktatási intézmények egyaránt megyénkben a katonai állomás helyek laktanyák válhatnak a támadás célpontjává, ezért felszólítják az ilyen létesítmények közelében lakókat, hogy idéglenesen költözzenek biztonságosabb helyre. Ezzel egy időben Kárpátalján elkezdték az előkészületeket a harcok elől menekülők befogadására. Az egészségügyi intézmények továbbra is működnek, ahogy a vállalkozások is. Polgári védelmi stáb működik a városban. Arra számítunk, hogy megnő a más megyékből érkezők száma. Azon dolgozunk, hogy biztosítsuk számukra a szükséges segítséget és szállást. Kérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát, mert a pánik jelenleg a legnagyobb ellenségünk. A nemzetközi határátkelők az ukrán oldalon továbbra is működnek. A kormányzó elmondta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a szomszédos országok kárpátaljai külképviseleteivel. Eddig semmilyen tilalmat sem vezettek be, sem az Ukrajnába, sem az Ukrajnából történő utazásokkal kapcsolatban. A kormányzó úgy fogalmazott, hogy reméli ez így is marad. Nagyon fontos, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, ne pánikoljon és ne terjeszen álhíreket. Minden fontos és szükséges információt, mint például az óvóhelyek pontos címét és a hatósági forróvonalak telefonszámait megtalálhatják a helyhatóságok hivatalos oldalain. Viktor Mikita, Kárpátalja megyei adminisztrációjának vezetője február 24-én délben a rendfenntartó szervek képviselőivel közösen megtartott sajtótájékoztatón ismertette a hadi állapot bevezetésével kapcsolatban kialakult helyzetet. A kormányzó kijelentette, a megye vezetése meghozta a szükséges intézkedéseket. Kárpátalján a helyzetet felügyeljük. A rendfenntartó és biztonsági szolgálat szerveivel közösen meghoztunk minden intézkedést, hogy megakadályozzunk bármilyen törvényellenes tevékenységet. Viktor Mikita az üzemanyagtartalékok és élelmiszerellátás kapcsán kijelentette, nincs csak az aggodalomra, a szállítások folyamatosak, a szomszédos országok diplomáciai képviseleteinek vezetői pedig humanitárius segényújtásukról biztosítottak mindenkit. Na, hogy is nyitdén... A mai adatok szerint mind Magyarország, mind Szlovákia részéről zavartalan az üzemanyag szállítás. A tartaléktartályokban is elegendő benzin és dízelolaj van. Lehet, hogy esetleg valamilyen korlátozásokat kellene bevezetni, de most azt szeretnénk, ha az emberek megértenék, hogy Kárpátalján elegendő üzemanyag van készleten. Kialakulhat olyan helyzet, hogy a Lembergi, Ivano-Frankivszki élelmiszerbeszállítók saját régiójuk szükségletei kielégítésére fognak koncentrálni. Tárgyaltunk magyarországi és szlovákiai partnerekkel, akik támogatásukról biztosítottak minket. Először is humanitárius segélyt nyújtanak, valamint kérték a listát, hogy mire van szükségünk. Értekezletet tartunk az üzleti életképviselőivel, az élelmiszerszállítókkal, és biztosítjuk az élelmiszerellátást Magyarországról, Szlovákiából, Romániából, és lehetséges, hogy Lengyelországból is. Igyekszünk a termékek eddigi egyensúlyát megtartani. A megyei adminisztráció vezetője elmondta, a kialakult helyzetben belföldi menekült hullámra is számítani kell. Ebben a kérdésben szoros az együttműködés a kistérségek vezetőivel, akik a lakhatási lehetőségeket mérik fel. Jaroszláv Kolesznik, az Ukrán Nemzeti Rendőrség kárpátaljai kirendeltségének vezetője arról beszélt, hogy a rendfenntartó erők fokozott készültségben vannak. Aggodalomra okot adó rendkívüli eset Kárpátalján nem történt. Megerősítettük a megye határán a szolgálatot, ellenőrzőpontokat állítottunk fel, ellenőrizzük a megyébe utazókat. gyanú esetén alapos vizsgálatnak vetjük alá azokat. Eddig a lázokat. Eddig aggodalomra okot adó rendkívüli eset nem történt. Együttműködünk a hadsereggel, a biztonsági szervekkel. Célunk, hogy mindenki nyugodt legyen. Gyanús, ellenséges személy nem jut be. A szituációt ellenőrzés alatt tartjuk. Iván Rudnicki, az Ukrán Biztonsági Szolgálat Kárpátaljai megyei kirendeltségének vezetője megerősítette, hogy Kárpátalján a helyzet stabil. A megyei rendfenntartó szervek, katonai alakulatok és a biztonsági szervek együttműködése zavartalan és összehangolt, és biztosítják a régió biztonságát. Dmitro Kazak, a Kárpátaljai megyei ügyészség vezetője, a hadi állapot idején érvényben lévő intézkedésekre hívta fel a figyelmet ami az intézkedéseket illeti. A személyi igazolványok ellenőrzése normális eljárásnak tekinthető, ennek így kell lennie, nem negatívan hozzáállni. Viszont emlékeztetek arra mindenkit, hogy a hadi állapot idején is hatályos a büntető törvénykönyv, az administratív felelősségre vonás. Ezen szabályok megsértéséért büntetés jár mindenképpen. Bogdan Andrív Ungvár polgármestere arról biztosította a sajtóképviselőit, hogy a megyeszékhelyen zavartalanul működik a közlekedés, a kereskedelem, nincs fennakadás a víz és áramellátással. Andrív hozzátette, az önkormányzat számára jelenleg a legaktuálisabb feladat a belföldi menekült hullámra való felkészülés. Ukrajnában ma reggeltől hadi állapot van érvényben. Az önkormányzatok vezetősége az operatív törzsekkel együttműködve rendkívüli üléseket tartott, hogy meghozzák a városok, kistérségek zavartalan működéséhez szükséges, valamint a lakosság biztonságát szolgáló intézkedéseket. Ma reggel a Beregszász önkormányzat az operatív, ö, operatív törzsülését megtartotta, és meghoztuk a megfelelő döntéseket, annak kapcsán hogy stabilizáljuk a kistérségük munkáját. Elsősorban arra lehet számítani, hogy noha még a reggeli állapotokban úgy láttuk, hogy iskolánk óvodánk tudnak működni a megyei stáb javaslatára azt a döntést hozzuk meg, hogy holnap reggeltől távoktatásra mennek át az iskolánk és az óvodáink is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen pánikertés, mi óriási távolságra vagyunk ezektől az eseményektől, én úgy érzem, hogy megfelelő van a biztonságra, de elő kell, hogy készüljünk az esetleges mesterség és pánikertésre, amiben én úgy gondolom, hogy stabilizálnunk kell a, a város vízellátását. Találkoztam a vezérgazgatóra, megbeszéltük az alapvető feladatainkat, én én úgy gondolom, hogy megfelelő irányba tudunk haladni. Készülünk a, a, arra is, hogy ha esetleg a mobilhálózatban bármilyen probléma merül föl, hogy rádióállomások alá tudjuk venni ezeket a funkciókat. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzetben a hadi állapot nem ad okot arra, hogy bárki bármilyen lépést tegyen, nincs sok egyenlőre még a, 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 spontán élelmiszerek felvásárlására sem, sem az üzemanyag vásárlására. A hálózatban megvan a szükséges mennyiség. Természetesen mi megfelelően, megfelelően fogunk majd reagálni és informálni majd mindenkit arról, hogy esetleg tenni kell komolyabb lépéseket. Amire, amit fontosnak tartok, felkérést kaptunk arra, hogy készítsük egy anyagot arra, hogy milyen mennyiségű esetleges áttelepültet vagy menekültet tudjunk fogadni Kelet-Ukrajnából, vagy akár Kievből is. Erre az adatokat már gyűjtjük. Természetesen csak olyan mennyiségről tudunk beszélni, ami a mi funkcióinkat nem tudja majd korlátozni, tehát az iskolákat és az óvodákat, azokat szeretnénk ebből a, a hálózatból kivenni. Természetesen amennyiben, ha az, a sporttermekre vagy a kommunális tulajdonban lévő, de szálláshelyre alkalmas ingatlanokról van szó, természetesen a jelentésbe tesszük, és egyúttal szerettem volna felkérni a kedves nézőket is, amennyiben úgy gondolják, hogy van javaslatuk arra, hogy egy családot vagy akár több családot be tudnának fogadni, úgy, úgy tudják jelezni a polgármesteri részére, akár számomra, akár személyesen, akár, akár üzenettel, mi ezt figyelembe fogjuk venni. Bízom benne, hogy nem lesz tömeges népvándorlás, de de a helyzet óránként is változik. Egyelőre látjuk azt, hogy a legfelsőbb tanács ülésezett, ugye reggel megfelelő költségvetési döntéseket hoztak. Mi amennyiben kell, hogy ezt megtegyük, akkor ezt akár a mai nap, vagy a holnapi nap ugyanúgy meg fogjuk tenni, hogyha a testületülésünket esetleg össze kell hívni. De legfontosabb most és okot nem látok, Kárpátalján biztonságos tartózkodni, biztonságos élni. Én úgy gondolom, hogy figyeljük az eseményeket, és megfelelő döntéseket fogunk majd hozni. Üzemanyag töltőállomások kommunális tulajdonban nincsenek, állami tulajdonban sincsenek. Tehát ezek magán struktúrák. Én adtam utasítást ma az egyik kollégámnak, hogy mérje föl annak a kapacitásnak a mennyiségét, amennyire esetleg tudunk kérni, amennyiben sor kerül rá humanitárius formájában üzemanyagot, és ugyanúgy az érvényes az élelmiszerre is. Ez a pont még nem jött el, de én azt gondolom, hogy pánikszerű tankolásra még egyelőre nincs, nincs, ok, de mi nem látjuk azt, hogy ezek a magánstruktúrák mennyire tudják önmagukat ellátni, és nyilván megfelelően kell, hogy majd reagáljunk erre is. A lakosság végezze a dolgát, én azt gondolom, mi is ezt fogjuk tenni, én azt hiszem, hogy mai naptól kezdve mi 24 órás munkaidőben megyünk át, én úgy gondolom, hogy figyelnünk kell az eseményeket, figyelnünk kell azt, hogy mi történik döntéshozóknál Kievben, milyen döntéseket hoznak a megyében, és ennek, ennek a, a, tükörváltozatát megpróbáljuk majd adaptálni Beregszászra és a kistérségre is. Én azt, én azt hiszem, bármilyen utasításokat figyelembe véve, Ma délutánra ö, tisztázódik a helyzet, hogy mire számíthatunk hosszabb távon. Én, én, én nekem, nekem az a véleményem, hogy mindenki ha jól végzi a dolgát, és nincs báni keltés, akkor ö, városunk és kistérségünk stabilan képes tovább dolgozni. sajtótájékoztatón számolt be Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei adminisztráció vezetője, a nap folyamán a hadi állapot miatt meghozott intézkedésekről. A kormányzó hangsúlyozta, az élelmiszerellátással nincs gond. A bankokban is van elegendő készpénztartalék. Spav. Eh, azutás, Már csitult a lakosság körében a felvásárlási roham. Ellenőrzés alatt tartjuk a raktárakban az tartalékokat. Mindenből van elegendő mennyiség. Most azon dolgozunk, hogy megoldjuk a szállítást külföldről. Ennek kapcsán az Unváron lévő külképviseletekkel tartjuk a kapcsolatot. Ezt követően a banki szféra képviselőivel találkozunk. Számunkra nagyon fontos, hogy a pénzforgalom is akadálytalanul működjön, hogy elegendő készpénz legyen. Ezért azon magánvállalkozók és más kereskedelmi egységek, akik készpénzes elszámolással dolgoznak, adják le a bankoknak a jövedelmet. Ezzel biztosítani tudjuk a bankautomaták feltöltését. Viktor Mikita kiemelte, hogy az elkövetkezendő időszakban fokozott készültségben szolgálnak a rendfenntartó szervek munkatársai. Felszólította a fiatal férfiakat, jelentkezzenek a területvédelmi egységekbe, segítsék a munkájukat. Nagyon kérem és felszólítom a fiatal férfiakat, akik nem közömbösek és hazafiak. Nagyon hasznosak tudnak lenni ezen egységek tagjaiként régiunk védelme szempontjából. Itt fognak szolgálatot teljesíteni a megyében. Ezzel tudnak segíteni minket és megvédeni családjaikat. Bogdan Andrév, Ungvár polgármestere elmondta, a Városi Tanács folytatja a felkészülést a belföldi menekültek fogadására. Egyben kiemelte, hogy három, a kettes, nyolcas és tizenkilences középiskolákat jelöl ki, meleg ruha és egyéb alapvető árucikkek gyűjtőpontjává. A Kárpátaljai megyei közigazgatási hivatal vezetője találkozott a bankok képviselőivel. Jelenleg csak a készpénzben felvehető összeget korlátozzák, amire a mesterséges pánikkeltés miatt volt szükség, amit a számlatulajdonosok idéztek elő. Kárpátalján a bankintézetek munkájában, különösen az állami részlegnél nincsenek gondok. Minden állami bank el van látva szükséges mennyiségű készpénzzel, ami viszonylag hosszú időre elég kell, hogy legyen. Nyugalomra szólítom a lakosságot. Az intézményeinkben jelentős sorokat látunk, ami a lakosság ellen irányuló pszichológiai támadás eredménye. A jelenlegi gazdasági helyzet nem indokolja a készpénz felvételének szükségét. Атака, яка відбулася на наших людей. A bankintézetek vezetői hangsúlyozzák, hogy a rendszer fordított irányban működik, vagyis ahhoz, hogy a bankok készpénzt tudjanak kiadni, a lakosságnak azt előbb el kell vinnie a bankokba. Ez vonatkozik a vállalkozói csoportokra is, tette hozzá a megye kormányzója. Ezért azt kérik a vállalkozóktól, hogy ne veszélyeztessék a financiális struktúra működését, hanem inkább segítsék a lakosságot. a Felhívom a vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy amennyiben a készpénzes bevételeiket, ami most viszonylag jelentős, beviszik a bankokba, akkor ez egyfajta vérkeringést frissítő cselekedet lesz, és a készpénz elegendő lesz ahhoz, hogy fenntartsuk megyénk pénzforgalmának egyensúlyát. Ezen kívül elegendő tartalékkal rendelkezünk ahhoz, hogy szintén fent tudjuk tartani ezt az egyensúlyt. Viszont a tömeges készpénz felvétel kiüresíti a bankautomatákat, amelyeket nem lehet azonnal feltölteni, mivel pótolni kell a készpénzt. A lényeg az, hogy pénz van. A lakosságot arra kérik, hogy ne veszélyeztessék a banki rendszer működését, és ne vegyenek fel feleslegesen készpénzt. A Nemzeti Bank felkészült a fennakadásokra, viszont nincs ok a pánikra. nyílt napot szervezett a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma a Beregszászi Képzési Központjában. A szervezők elsősorban a tovább tanulni szándékozókat és szüleiket várták, akik a kialakult háborús helyzet ellenére szép számban megjelentek. A látogatók részletes tájékoztatást kaphattak a 2022-es évi felvételi eljárásról, továbbá betekintést nyerhettek az intézmény és a hozzátartozó egységek életébe az egyes szakok oktatóinak kalauzolásával. Meghirdettük ezt a nyílt napot, és reggel azt láttuk, hogy elég sokan megérkeztek, és a helyzetre való tekintettel le kellett volna talán mondanunk, de nem volt színünk, szívünk hazaküldeni ezeket az embereket, akik vették a bátorságot, és van reményük, és terveznek, jövőben hisznek még. Nem mondhattuk azt, hogy menjetek haza, és most nincs nyílt napunk. Így úgy döntöttünk, hogy egy kicsit, ha, ha nem is olyan színesre, meg ha nem is olyan gazdagra tudjuk megvalósítani, hogyan terveztük, de mégis csak meg, megtartjuk, elmondjuk azokat a dolgokat, amelyek jellemzik az iskolánkat, elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat a felvételivel kapcsolatban, hiszen mi bízunk benne, hogy mégiscsak meg fog történni ez a felvételi, és mégis csak dolgozni fogunk tovább, és ezt a munkát, amire ennyit küzdöttünk, hogy megnyitsuk ezt az iskolát, hogy megvalósítsuk csak ezeket a szakok indítását nem szeretnénk hagyni, elveszni. A 2022-23-as tanévben a szakgimnáziumban öt képzésre lehet jelentkezni, amelyekről Knobloch Erzsébet a felvételi bizottság felelős titkára adott tájékoztatást. Jelenleg öt szakunk van, az óvodapedagógia, pedagógia, szociális munka, alkalmazott matematika, számítás és turizmus szakokra lehet jelentkezni. Mindezekre felvételi vizsgát kell tenniük a diákoknak nyáron, mind az öt szakra ukrán nyelvből, szociális munka pedagógiára magyar és világirodalomból, alkalmazott matematika számítára a matematika, a második vizsgaturizmusra pedig a földrajz. Ez a kínálatunk, ezekre lehet jelentkezni, és a mai érdeklődő. Aki esetleg nem vehetett részt a nyílt napon, azok számára minden információ megtalálható a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gimnáziumának honlapján. Munkácsi Mihály születésének 178. évfordulói alkalmából avatták fel a festőművész melszobrát Munkácson a nevét viselő Magyarházban. Az egykori Osztrák-Magyar Bank épületében kialakított kulturális központba egy évvel ezelőtt került Kopriva Attila és akrilból készített alkotása. Eredetileg egy életnagyságú bronzszobrot szerettek volna felállítani a Magyarház melletti parkban. Végül a Munkácsi születésű, világhírű festőről beltédítették szobor készült, amely a patinás épület bejáratával szemben kapott méltó helyet. A lelke az egész épületnek, tehát nagyon fontos, mikor bejöjjünk ebbe az épületbe, akkor Munkácsi Mihály köszön minket, és nem véletlenül lett ő a névadója ennek az épületnek, hiszen ő a legismertebb magyar, aki itt született Kárpátalján, itt konkrétan Munkácson, és én azt gondolom, hogy ez egy méltó háza arra, vagy legalábbis remélem, hogy méltó hely lesz, ahogy Munkácsi Mihályról neveztük el ezt az épületet. A Attila festőművész az ünnepségen elmondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Kárpátalján ez az első olyan hely, ahová szobrot készíthetett. Nagyon jó érzés, méltó helyen van, és egy nagyon komoly felkérés volt. Ezért nagyon is izgultunk a másik művész hogy hogy is úgy csináljuk meg ezt a szobrot, hogy ne hasonlítson az többi munkáci szoborra. Ezért egy ilyen. Kicsit humoros bohém arculatot próbáltunk neki úgy, hozni a portréba, és hát látom, hogy tetszik sokoknak, úgyhogy ez sikerült. A rendezvény keretében nyitották meg a Munkácsi Mihály Magyarház éttermét, amely a Monarchia nevet kapta. A Rác Mihály magyarországi vállalkozó által működtetett gasztronómiai egység hagyományos magyar ízvilággal szeretne kedveskedni az ide látogatóknak. Valahol a gasztronómia szintén az alkotások körébe tartozik, különösen, mivel ez nem merül ki csak az étel puszta elkészítésében, hát a gasztronómia ez a kultúránknak a szerves része, és amikor elfogyasztjuk az ételeket, akkor ebben beletartozik az a környezet is, ahol elfogyasztjuk, beletartoznak azok az emberek, akikkel együtt fogyasztjuk, akikkel közben ugye eszmét cserélünk, és ezek mindig egy pozitív irányba hangolhatják az ember lelki állapotát. Hát reméljük, hogy ez az étterem, ez a monarchia étterem, ez méltóképpen fog működni, és munkás magyarsága majd itt tud találkozni, Tud beszélgetni. Az ünnepség zárásaként a vendégek megkóstolhatták az újonnan nyílt étterem magyaros fogásait is. Alexandra Harkusa könyvkiadó gondozásában angol nyelven is megjelent Mihály Lószi Roman, Kárpátalja elveszett templomai című könyve. Többen is megkerestek már bennünket, többek között Magyarországról is, akik kimondottan az angol nyelvű kiadványt szerették volna megvásárolni. Ezért úgy gondolom, hogy népszerű és külföldön is lesz értéke a könyvnek. Az angol nyelvű kiadványnak sok figyelmet szenteltünk. Mihály Lossi -román maga is angol filológus, és sokat tett a könyv fordítása érdekében. A szerkesztésben pedig egy angliai barátja is segített. A könyvben 156 olyan templomról szóló feljegyzést találhatunk, amelyekről csak felvételek maradtak fent. A templomokra vonatkozó információt a szerző a kárpátaljai falvakban gyűjtötte össze. Kutatásai az 1970-es évek végétől kezdődtek. 1990 és 2021 között számos Ukrajnában, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon végzett levéltári kutatásai során archívanyagokkal is gazdagította kiadványát. A Persze, duze, bindenki, variant Nagyon hosszú folyamat volt ez. Az első változat, ami egy gyengébb kiadvány volt, még 1999-ben jelent meg. A mostani már egy komolyabb változat. Itt már nem korlátoztam a tartalmat azzal, hogy egy létesítményről csak egy fotót használtam. Amennyiben több fotó volt, igyekeztem maximálisan felhasználni azokat, hogy a képek segítségével mutathassam be azt, ami már nincs. Maximálno? A kiadó feladata az volt, hogy a kutatások során összegyűlt terjedelmes anyagmennyiséget egy könyvbe gyűjtse és hozzáillő illusztrációkkal is ellássa. A méltóság teljes szürke szint választottuk, és kisé retro stílusra formáltuk. A borító közepén található képpel pedig régies hatást kelt. A fa templomokra jellemző zsindelyt pedig dekorációként használtuk fel a borító felső részén. Így a könyv minden elemének jelentősége van. A belső dizájnban is alkalmaztuk a zsindely mintát. Ez jellemzi a kiadványt. A borító mellett tartalmában is érdekes lett a könyv, hiszen a szerző elbeszélő formában tárja az olvasó elé a tudományos kutatási eredményeket, a templomokról fennmaradt fényképes mellékletek mellett a könyv Mihály Lózsi román rajzait is tartalmazza. Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Rákóczi Főiskola felvételt hirdet az alapképzésben óvodapedagógia, tanító, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, kémia, informatika, pénzügyek, bank és biztosítás, turizmus, számvitel és adóügy, valamint magyar, ukrán, angol és német szakra. Míg a magiszteri szinten magyar, ukrán, angol, biológia, számvitel és adóügy, földrajz, történelem és régészet matematika, tanító és oktatási intézmény szakra. Az alapképzésre jelentkező idén érettségiző felvételizőknek főiskolai szakot kell választaniuk, és időben 2022. március 9-ig kell jelentkezniük a választott szaknak megfelelő külső független értékelésre. További információk a www.kmf.uz.ua honlapon.